Kitüntetést alapított a Dél-Zalai Víz- és Csatorna Műzé, a cég megalakulásának 105. évfordulója alkalmából hozták létre az új elismerést. Elsőként a vállalat 4 munkatársa, név szerint Gölles Béla, Pusztai Ágota, Szijjártó Károly és Tóth Zoltán érdemelte ki az oklevelet. A munkahely iránti elkötelezettség, kiváló szakmai munka, remek együttműködő képesség. Ezek azok az értékek, amelyekkel ki lehet érdemelni a Dél-Zalai Vízmű ZRT-ért oklevelet. Tudtuk meg Ciráki Lászlótól. A vízmű vezérigazgatója hozzátette, hagyományt szeretnének teremteni, és ezentúl minden évben kiosztják az elismerést. A kitüntetésre javaslatot tettek a vezető kollégáim, a szakszervezet és az üzemi tanács is, és 4 kiváló kollégám közgazdasági osztályról, a energetikai osztályról, a vízellátási üzemvezetőségről kapta meg ezt a díjat a Vízi Közművek Napja alkalmából, ami minden év június 12-én van. Emellett a Vízvilág Napja alkalmából Ás László kollégám a Magyar Vízi Közmű Szövetségtől kapott elismerő oklevelet, illetve a Vízi Közművek Napján a Magyar Vízi Közmű Szövetség Tar László kollégámnak is megítélte a Vízi Közmű Szövetség emlékérmét. Úgyhogy 6 kollégám kapott kitüntetést most a Vízi Közművek Napja alkalmából. A kitüntetettek egyike Gölles Béla, aki 1987 óta dolgozik a cégnél. Pozitívan érintett, nagyon szépen köszönöm ezúton is a Dél-Zalai Vízmű lehetőségének az átnevezést megköszönni. Hát ennyi év után jól esett ez a kis elismerés a cégtől. A vízmű az egykori, ma már nyugdíjas kollégáiról sem feledkezik meg, a nekik járó kitüntetéseiket az évenkénti találkozón adják át.